Mozgalmas hónapokon vannak túl a szekszárdi Gemenz Judo Klub versenyzői. A fiatalokra most rövid nyári pihenő vár, már ami a versenyeket illeti. Ezelőtt viszont még a Diákolimpia zárószámán több érmet is sikerült hazahozniuk. Beke Csongor Mosonmagyaróváról ezúttal ezüsttel tért haza. 28-an voltunk összesen, és 5 meccsen volt. És az első, hát az kicsit nehezebb volt, mert egy évvel idősebben mentem, és hát úgy nyertem meg, hogy leléptették. Második meccsen hát az egy ilyen diákos gyerek volt, és azt könnyen megvertem. Hát a harmadikot, hát az is azt hiszem egy diákosa, de azt meggyártam egy iponna. A döntőbe így két szekszárdi judós jutott. Végül Beke és Fülöp György csatájából utóbbi került ki győztesen, így a másik Tolna vármegyei versenyző a második helyen zárt. Hát eddig az idejével meg vagyok elégedve. Hát magyar bajnokságot meg szeretném nyerni. Rajtuk kívül még Vasarik Inga lett harmadik, hát a harmadik helyér lévő mérkőzésen nem kalkuláltuk azt, hogy megveri az ellenfelét, egy honvédos kislányt, viszont nagyon szépen tartotta magát a hosszabbításig, és a hosszabbításban egy folytással győzött, így harmadik lett, és harmadik lett még Szepesi Botond, aki 4 meccset szépen, mondhatni szépen technikásan nyert. A döntőből jutásig kikapott a súlycsoport legjobbjával, ő tőlem még egy kicsit messze van, viszont a harmadik helyér a súlycsoport másik, harmadik, negyedik legjobbját sikerült megverni hosszabbításba, egy egész mondhatni, hogy jó mérkőzésen. A tavasszal indult Diákolimpia versenyein meglehetősen szép eredményeket értek el a szekszárdi fiatalok, ezt mondja az edzőjük. Volt már eredményesebb szereplésünk is, viszont amit még nem csináltunk, összesítést csináltunk, hogy melyik egyesületek milyen eredményt értek el a összesített Diákolimpia minden korosztály tekintetében, és így egyesületünk a 6. helyen végzett, ami úgy gondoljuk, hogy eléggé kiemelkedő, megmondható, hiszen amelyik egyesületek ott vannak az első 15-ben, ott mindenhol 6-8-10 edző, fizetett edző van a klubban, nálunk ugye 3 társadalmi munkás edző. Ha ezt összeviszonyítjuk, vagy összenézzük, akkor igencsak tekintélyes. És ami még kiemelkedő, hogy csak a mi egyesületünk nyert mind a 4 korosztályban Diákolimpiai bajnoki címet. A Gemenz Judo Klub házatáján mostanában kifejezetten jól mennek a dolgok. A sportolók egyre több eredményt érnek el a különböző versenyeken. Ez az év eddig nagyon jó, mozgalmas valójában, csak jót tudok mondani a csapatról, felkészülésről, lehetőségekről. Kezdődött azzal minden évben az ifjúsági magyar bajnokság, azzal kezdődik a szezon. Itt hosszú-hosszú éremszerzés után, ami nem arany vagy ezüst volt, illetve ami nem arany volt, abból a Sáros Diákos már rogyásig szerzett, és hála Isten most minden összejött neki, és ifjúsági országos bajnok lett. Ez volt az első, ami nagyon kiemelkedő teljesítményünk volt. A kicsik azok járták az útjukat, nekik még nem volt magyar bajnokság, viszont a tavalyi évek eredményeképpen a Beke Csongor, a Simon Máté, meg a Fülöp György bekerült a Herakleszes programba, aminek a folyamán Beke Csongi és a Fülöp Gyuri Rimaszombaton, mint serdülő válogatott részt vehetett egy nagyon nagy nemzetközi versenyen, több mint 900-an indultak. Itt a verseny nagyon jó sikerült, a Gyurinak megnyerte a versenyt, 5 meccse volt. A Csongi egy vitatható feje ért le előbb, mint a szabály megengedni, és ilyenkor azonnali leléptetés van, tehát ő nem tudott előre menetelni, ő megállt a 7. helyen, de nagyon figyelemre méltó teljesítményt nyújtottak, úgyhogy én meg voltam velük elégedve. Ami nekem egy pici hiányérzet, ez nem az érmekben mutatkozik be, hanem az érmek minőségében. A lányok, mintha kicsit megálltak volna. Tehát majd lehet azt mondani, ugyanúgy hozzák a helyezéseket, érmeket, csak ugye ami eddig arany volt, az most ezüst, esetleg bronzérem. Ott valamit majd meg ki kell találni, hogy fel tudjuk
serkenteni őket újból. A versenyszezon ugyan most őszig véget ért, de a táborokban folyamatosan készülnek a fiatalok. Július 16-ától szeptemberig folyamatos tábor van, nyilvánvaló azoknak, akik versenyeznek, azoknak elejétől végéig. Kicsiknek, kezdőknek is van. Augusztusban lesz egy toborzó, a szokásos toborzónk. Ott szeretnénk minél több gyereket bevonni, és akkor haladunk tovább. Ami még nagyon fontos, ez a mi életünkben is, bár igen, valamennyit mi is hozzátettünk, két sportolónk, Simon Máté és Fülöp György országosan, tehát minisztériumi dicséretet kapott, jó tanuló, jó sportoló cím elérésére, ami ugye nem csak nekik, hanem nekünk, mint klubnak is egy dicsőség. Szeptemberben pedig indul az őszi versenyszezon. Szeptember elejéig, augusztus vége, szeptember elejéig vannak az edzőtáborok. Szeptemberben már van egy nagyon nagy nemzetközi verseny Szegeden, az egy jó komoly erőfelmérő, és szeptember végétől december közepéig a IFI korosztályt kivéve, illetve az IFI B korosztálynak is magyar bajnokságok vannak, tehát majd el lehet mondani, hogy majd minden hétvégén magyar bajnokság van. És ami nagyon fontos, a Covid elején megszűnt a csapatbajnokság, a Covid idején. Most úgy néz ki, hogy visszahozzák, a szövetség visszahozza, és ott nagyon szeretnénk a serdülő csapattal valami jót elérni. Tervek tehát bőven vannak a következő időszakra is a Gemenc Judo Klub vezetőségének fejében, ők pedig, mint tudjuk, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezekből a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg, ami csak lehet.